Jó estét kívánunk, folytatjuk a Mi Történetünk című magazinműsorunkat, és itt van velünk Gyalai Soma, a hazai sílövészet, sífutás egyik legsikeresebb sportolója. Somát a Magyar Síszövetség előbbi kategóriában második alkalommal választotta meg az esztendő legjobbjának. Így van. Ugyan az idei téli olimpiára nem sikerült kijutnia, de azért nem adja fel céljait. Soma egyébként a gyöngyösi Gyötri Klub, ez már önmagában is magát Gyötri, de egyébként ez a Gyöngyösi Triatlon Klub rövidítése. Szóval ennek a klubnak a versenyzője, erre az évre is tervez bőven, erről is faggatni fogjuk. Jó estét kívánunk, sok szeretettel köszöntünk a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is. Soma, szerintem azzal kezdjük, mert hogy egy kicsit furcsa, ugye ez a sport Magyarországon, nem vagyunk egy kifejezett havas nemzet, ugye? Miért ezt a sportot választottad? De ez nagyon korábbról indul, így édesapám révén tájfutással kezdtük a sportot, és annak van a téli változata, a sítájfutás. Úgyhogy gajátető, mikor voltak versenyek, ugye sítájfutó versenyek, felmentünk mi is családosan, és kipróbáltuk a sífutást. És akkor, amikor egyre többet megy fel az ember, úgy belecsöppen ebbe a sportágba, és akkor már indultunk egy-két sífutó versenyen is, és az eleinte könnyen jövő sikerek révén ott maradtunk benne, és elkezdtünk komolyabban átállni erre a sportágra télen. Természetesen mellette menny nyáron továbbra is a tájfutás, az viszont elfogyott az időbe, és átálltunk a triatlonra és a duatlonra ugye az egyesületünk révén. És hát így kötöttünk ki igazából a sífutásnál, véletleneknek a sorozata volt. Az edzések során esetleg milyen praktikák vannak, hogyan készültök? Ugye említetted, hogy nyáron is folyamatosan edzetek. Hát nyáron síróleren szoktunk készülni, egy speciális eszköz, aszfalton lehet használni, viszont Magyarországon ennek kicsit szűk a keresztmetszet, hogy hol tudjuk használni, nagy a forgalom, vagy nagyon hegyes a terep, és akkor nem tudunk visszamenni, úgyhogy itthon mindenképp a állóképességi edzésekre fókuszálunk, kerékpározás, futás, úszás, vagy éppen amit tudunk itthon csinálni, és amikor külföldön vagyunk edzőtáborban, akkor átállunk jobban a sírollerre és a lövészetre, és akkor így próbáljuk kompenzálni, hogy nem külföldön töltünk el azzal időt, hogy sokat kerékpározunk, hanem azt megcsináljuk itthon, ahol ahogy tudjuk. A sífutásból hogy jön a biatlon, ugye a lövészettel kombinált sport? Itt is belenyek, akkor bocsás, meg sífutás közben láttam vadakat, és akkor gondoltad, de jó lenne nálam egy puska, vagy? Nem, így jött. Nálunk ez úgy néz ki, hogy én sífutóként kezdtem el, arra koncentráltam, ez 2008 környékén volt, és amikor Vasasnál voltam egy ideig egyesületben, akkor ott mondtuk, hogy kezdjek el biatlonozni is, mert hogy azt is csinálják Magyarországon, onnan kicsit több támogatást tud jönni, és akkor hát elkezdtem csinálni, akkor még nem voltam annyira szerelmes abba a sportágba, teljesen jól el volt a sífutással. Mikor kap az ember a kezébe egy fegyvert, és úgy megízleli az ízét, hogy ez milyen izgalmas, és úgy ott van benne még egy kis plusz minden verseny, hogy még valamire figyelni kell, akkor úgy még jobban bevonza az embert, és én így itt maradtam, vagy még jobban átálltam a biatlonra is, és az lett a fő. És egyébként a koronavírus járvány mennyiben nehezítette meg akár az edzéseket, akár a versenyzést? Hát a tavalyi szezonban nagyon. Tehát általában 9 verseny hétvégénk van, novemberre kezdődik el, és márciusban ér véget. A teljes november és decemberi versenyek le lettek fújva, és összesen 6 verseny hétvégénk volt. Ez nagyjából 12 versenyt jelentett tavaly, és az edzőtáborok is nehezek voltak. Tehát a PCR-tesztek miatt mindig időzíteni kellett, hogy hogyan menjünk ki a versenyre, mikor vagy edzőtáborokba, mikor tudjuk megcsinálni a tesztet, hogy még jó legyen a kiutazásra, másik országba való átutazás, és sokszor itthon maradtunk, mert nem tudtuk megoldani. Szeptember például volt, hogy út közben fordultunk vissza, mert akkor jött be a kormányinfó, hogy hazafelé csak 10 nap karanténnal lehet jönni. Úgyhogy átmentünk a határa, rögtön meg is fordultunk, és jöttünk haza, mert mellette még tanulunk is, iskolába járunk, tavaly például tanítottam is testnevelőtanárként, és így nem tudtam azt bevállalni, hogy oké, kimegyünk, de utána még 10 nap nekem kiesik a életritmusból. Egyébként az esetlegesen elmaradt edzéseket vagy edzőtáborokat utóbb sikerült pótolni? Hát sajnos a sport az nem olyan, hogy be tudjuk pótolni, az sajnos egy kiesett másfél év, most már lassan 2 év, ami ilyen szenvedős. Azt tudjuk, hogy szinten tartjuk magunkat, ahogy tudunk itthon edzünk, és külföldön, amikor kint vagyunk, akkor jobban ott tesszük magunkat. De pótolni nem lehet, csak kicsit jobban felzárkózni az elmaradásunkhoz. Akkor beszéljünk egy kicsit az idei terveidről, hiszen most akkor szezon közepén vagyunk, ugye? Mi van mögötted ebben a szezonban, és mi vár még rád?
Ez a szezon sajnos nem úgy indult, ahogy terveztem. Ugye idén kezdtem a második diplomámat testművelő biológia tanárként, és az első fél év az mindig kicsit húzós, és még összeszedtem egy sérülést is október közepén, és így kiesett a november és decemberi szezonom a tavalyiaknak még a margójára, még hogy teljes legyen, és igazából januárba kezdtem most el a szezont, múlt héten Szlovákiába. Úgyhogy az idei szezon az arról szól, hogy nem versenyekre, vagy versenyként tekintem a versenyeket, de nem fog ráfókuszálni egy-egy versenyre, hogy itt jó legyek, hanem mindegyiken elindulok, és mint edzés veszek részt rajta, és kihozom belőle a maxot, amit lehet, és így próbálom itt is a kis lemaradásomat behozni. Ugye idén olimpia van, nincs is világbajnokság, így nincsen fő verseny, amire nagyon rá kéne koncentrálni, ennyiből szerencsés vagyok, hogy ez most történt, úgyhogy így a nyára készülök már igazából most, és hogy minél jobban menjenek a nyári edzőtáborok, és na, akkor kezdjem el összeszedni magam újra. Ez egy kis ilyen fölhozó szezon, igen. Lehet így mondani. Legközelebb egyébként milyen megmérettetés vár rád? Hétfőn indulunk majd Németországba Európa bajnokságra, ott két versenyszámunk lesz, onnan pedig rögtön utazunk tovább Nové Mestóba, Csehországba, egy az Ibukupa sorozatnak a következő állomására. Aztán utána lesz egy nagyobb szünetünk az olimpia miatt, ugye nekünk ez alatt nincs versenyünk, úgyhogy akkor majd edzőtáborok lesznek valószínűleg, meg mellette még az egyetem, amikor engedi az idő. Mit jelent neked, hogy már másodszorra választottak meg az év legjobb sílövőjének? Ez igazából ilyen visszajelzés, tehát hogy mikor beleteszed keményen az évek munkáját, szeretném egyre jobb lenni, és ha megválasztanak még egyszer, az jó érzés, mert tudod, hogy jó irányba haladsz, és így ott tudsz lenni megint a toppon Magyarországon. És ez nem helyez rád nyomást? Mert hogy azért a díjaknak mindig van egy ilyen hátulütőjük, hogy ha már egyszer megkaptam, akkor meg kétszer ráadásul, ugye, akkor az már kötelez. Igen, az idén sajnos nem lesz meg ugye a sérülésekből, kimaradó versenyek miatt idén biztos nem én leszek megválasztva, de nem baj, következő évben megvan megint a cél, megint lehet mire készülni, de igazából nem annyira hátráltató, sőt én nagyon szeretek úgy versenyre menni, hogy is kifejezem inkább úgy magam, hogy edzéseken mindig rosszabb vagyok, mint versenyeken. Tehát, hogyha nekem van egy kis stressz helyzet, akkor jobban tudok teljesíteni, mint edzéseken, és ez nagyon hasznos egy versenyző. Plusz adrenalin azért dolgozik az emberben. És hogy lesz valakiből egyébként válogatott sportoló? Ez így mindig benne volt a pakliban? Hát igazából nem. Tehát úgy sportoltam mindig, fiatalon annyira nem voltam jó se triatlonban, sífutásban mondta, hogy jól ment, ezért kezdtük el, de ott se voltam a top versenyzésük, mindig felnéztem nagyokról, hogy milyen szinten vannak, de évek alatt, mivel én nyáron is sportoltam, ezért nagyon sok edzésmunka és verseny óra állt mögöttem, amit télen nagyon jól tudtam kamatoztatni. Tehát, hogy egyre nagyobb tempóba jöttem az előttem jövőkre, és így sikerült őket behoznom, és így belekerültünk a válogatottba, vagy belekerültem válogatottba. Tök jó, de azért ugye most arra beszéltünk, hogy az idei olimpiáról lecsúsztál, de nem adott fel, gondolom. Tehát nem. Ez azért még ott van a bakancslistán, hogy... Mindenképp, tehát ez hát szerintem már két olimpiával ezelőtt eldöntöttem, hogy egy olimpiára szeretnék menni. Próbálok érte mindent megtenni. Sajnos a Nemzetközi Szövetségnek nem könnyűek a kvalifikációs kritériumai az olimpiára, ezért nagyon oda kell tenni magunkat, és nagyon sok támogatás is kell hozzá, hogy el tudjuk érni azt a célt, amit szeretnénk. Bízunk benne, hogy kicsit könnyítenek rajta, vagy legalábbis mint Peking olimpián olyan szintű kvalifikációs kritériumok lesztek, mert az teljesíthető egy magyar versenyzőnek is. Aha. De az tavaly és az idei is évre viszont nagyon megnehezítették, és top nemzetekből is maradtak le olyan versenyzők, akiknek ott lenne a helye, mégsem tudott kijutni az olimpiára. Nem, hogy nálunk is. Ez mit jelent ez a nehezítés? Itt időben nyilván idő a ti legnagyobb ellenfeletek, ugye? Egy-egy futamon. Igen. Hát az idő eredmény alapján kapjuk az eredményt, viszont az elmúlt években nagyon egymásra jött a mezőn is. Tehát, hogy régen nem volt ennyire szoros, most például a top 60 versenyző 2 percen belül van. Ez 10 évvel ezelőtt lehet, hogy 4 perc is volt. Tehát, hogy nagyon sűrű lett a mezőny. Ahogy a világ is ugye egyre jobban élnek az emberek, úgy a nemzetek is egyre jobban meg tudják teremteni a jó hátteret a sporthoz, és így tudnak fejlődni. Viszont mi nagyon pici nemzet vagyunk ehhez, és nálunk nem a téli sportágokon van a fő fókusz, ami érthető is, de
a többi országban jobban ráfókuszáltak, és így fel tudtak jönni a top országokhoz. Még a felvétel előtt említettél egy fél Ironman versenyt. Ezek mekkora kihívást jelentenek neked? Ez például egy nagyon nagy kihívás volt. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar meg fogom csinálni. Volt egy biciklis edzőtáborunk még nyár elején, ilyen felrázó edzőtábor, minden a biciklisztünk 100 km felett, és akkor hát egész jól ment minden nap, így rá tudtam ülni megint a biciklire, mondom, basszus, és ez annyira jól megy, hogy hát itt van nem sokára fél Ironman, akkor elindulok már rajta. Nem volt tőlem, talán úszok és futok mellette, tehát hogy így benne van a ritmusomban, de viszonylag hosszúnak tűnt. De hogy az edzőtáborban jól ment a biciklizés, amilyen közel 3 órás edzések voltak, így úgy döntöttem, hogy jó, akkor elindulok rajta, és meglátjuk, mi lesz. És szerencsére jól sikerült. És ugye ezek is egész jó felkészítések. Így van mindenképp. És így bele is illik, plusz még egy kis kihívás, motiváció, fenntartás, ami nagyon fontos, főleg Covid idő alatt, mert nagyon sok téli verseny el van halasztva. Télén sincsen versenyünk, nyáron is szintén ez, hogy beneveszünk az egyikre, de előtte 2 nappal lemondják, így elvesztjük egy idő után a motivációt, ezért nagyon jól jönnek az ilyen fix kitűzött versenyek, hogy akkor van mire készülni, és fenntartja a motivációt és a lendületet. És fontos, azt hiszem, egy ilyen sportolónál mindig legyen egy kis adrenalin is, amiről az előbb beszéltünk. Zsoma, kívánjuk, hogy 4 év múlva arról beszélgessünk itt, hát nem biztos, hogy velem, mert én már öreg vagyok, de hogy arról beszélgessünk, hogy kijutottál az olimpiára, és szép eredményeket tudsz elérni, addig meg sok-sok kitartást, és sok sikert minden jót kívánunk neked. Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük szépen.